reggeli személy. Nyelvész, költő, műfordító, eszéista, egyetemi tanár. Azért hívtuk meg, hogy a mai Magyarországról beszélgessünk vele, és azt is megkérdezzük tőle, miért döntött úgy, hogy a testúját a londoni lábára helyezi át. A reggeli gyors vendége 9 órától Nádasdi Ádám. Nádasdi Ádám van itt velünk. Én nem is mondanám azt, hogy vendégem, mert hazai pályán mozog. Ha valaki itt van a klubrádióban, akkor az Nádasdi Ádám valóban hetente járok ide, mert Kálmán Lászlóval csináljuk a Szószátyár című műsort. Igen, és az előbb éppen arról beszéltünk, hogy sok kedvenc műsorom van a Klubrádióban, és ez is az egyik kedvencem. Na de akkor most agódva kérdezem, hogy a napokban megjelentek hírek, hogy ezentúl sokkal több időt fog Londonban történni, mint Magyarországon, Igen. hogy akkor hogy lesz ez a műsor? Hát igen, részben úgy, hogy amikor itt vagy, tehát mondjuk két hónapot leszek Londonban, és egy hónapot itt. Mert a tanítást azt befejeztem, és ezért heti rendszerességgel már nem kell itt lennem a fél év során, nem kell annyira ingázni, mint eddig, és hát most akkor hát egy hónap itt, és két hónapot. De az itt levő egy hónap alatt, egy kicsit előre tudunk dolgozni Kálmán Lászlóval, és hát hogy mondjam, a frigiderbe teszünk néhány műsort, amelyet aztán a megfelelő pillanatban felolvaszt a klub Rádió, és akkor leadja. Tehát, hogy egy kicsit előre dolgozunk, és hát élő, de mégiscsak konzervált műsorok lesznek. Fölveszik előre. Hogy igen, a, igen. Mondják a föl lehet venni igen, rá, igen. és akkor... Igen, igen, Tehát, hogy akkor a műsor megy tovább, szerepel benne tovább, igen, nehéz, Így van, ez a terv. Igen, igen. És hát tényleg jövögetek majd rendszeresen. Nyilván, amikor ez a hír megjelent, hogy többet lesz Londonban, mint Magyarországon, akkor próbáltak ebből valami, sokan valami közéleti következtetést is levonni. Ugye ezer oka lehet annak, hogy valaki miért van egy másik városban, mint ahol eddig volt, nem biztos, hogy ennek köze van a politikához. De van -e ehhez köze mondjuk a közállapotokhoz, vagy, vagy semmi? Igazából azt nem mondanom, hogy nincs. Tehát ez egy magánéleti, családi dolog. Persze mindennek van köze a politikához. Jó, el akarom mondani, hogy egy, e, mikor ez. Ez egy, ez egy komoly beszélgetés volt a Forbes című magazinban, igen. amely hát a milliomosok lapja, és nagyon meg voltam tisztelve, hogy engem ott tanultak. Megnéztem, hogy hány milliómos olvas, de ez most mindegy. Igen, 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 igen. Na jó, ez mindig így van, nem? Hát a népsportot is hányan olvasják, akik soha egy labdába bele nem rúgnak. Okay. <laughs> szóval és ott elmondtam szépen, hogy nekem van egy barátom, vagy most már férjem lesz mindjárt, mert összeházasodunk majd szeptemberben Londonban. Mert hogy ott lehet összeházasodni? Ott lehet, igen. Itt csak Magyarországon csak bejegyzett Így van, így van, ez nekünk megvan, de hát itt ennél följebb nem lehet lépni, de ott igen. Illik ilyenkor azt mondani, hogy gratulálunk. Köszönöm. Hát, hogy ne, hogy ne, természetesen. utóbb gratulálunk. Igen, 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 hát 15 évi együttélés után ugye szok, hogy ez talán most már indokolt. Igen, igen, ahogy a nagyanyám mondta volna, nem kéne ezt a kapcsolatot legalizálni. Nos, ő persze nem így gondolta, de mindegy, Én igen, egy. kapcsolat, kapcsolat. kapcsolat igen. Szóval, és ott elmondtam, hogy mivel már heti rendszerességgel nem kell Pesten lennem, a fél évek során ezért hát többet leszek kint. És akkor valamelyik újság hát ebből azt a hangzatos rövid címet adta hogy Nádas Jánám elhagyja Magyarországot. Na most ez tipikusan az, amire azt mondtuk régen, hogy a hír igaz, emlékszel, csak Olyan, nem osztogatnak. osztogatnak. Igen, és fontos, hogy nem, nem osztogatnak, osztogatnak hanem fosztogatnak. Vagyis hát elhagyom Magyarországot mondjuk augusztus közepén, majd visszajövök októberben, majd ismét elhagyom, tehát persze. De hát nem úgy, mint a Bartók Béla vagy a Márai. Tehát nem migrációba vonul. Hát igen, igen, akik fölpakoltak és tényleg nem jöttek vissza. Isten mentsen, hát erre nincs is szükség. Meg hát én azért ebből és ebben élek, hogy én, hát mondjuk készintén, én abból élek, hogy magyarul és angolul nagyon jól tudok. Na most Angliába se az egyikre, se a másikra nincs különösebb kereslet, mert kit érdekel. Itt viszont... Lágy hát, sokan tudnak jól angolul, igen, Angliában. Igen, igen, Itt viszont hát ez megélhetést és, és biztosít, és de szeretek is itt lenni engem, ez érdekel, hogy itt mi történik. Nem nagyon szép mostan ez a dolog, de hát nem feltétlenül kell szépnek lenni, a hogy valami érdekes legyen. De fordítani mindenütt lehet, tehát mondjuk, ha fog egy újabb Shakespeare-t, és lefordítja magyarra. Igen, igen, az igen. Tök mindegy van a mai számítógépek világában, igen. aztán pláne, hogy ez a Budapesten van ez a számítógép, vagy Londonban, vagy Ravalpindiben, majdnem mindegy. Ez igaz, hiszen egy csomószor nem is tudom, hogy kivel én levelezek, az földrajzi van. De közben itt kell lám néha lenni, tehát igenis számít, hogy én, ha valamely színház megrendel valamit, hogy én oda bemenjek, hogy én beszélgessek a rendezővel, a dramaturgal, hogy az olvasó próbán ott legyek, amikor a színészek ugye Először ismerkednek meg a szöveggel. Más ez a kapcsolat, hát hiába minden. A PR-ja is azért más a dolognak. Mm, igen. Egyébként mennyire figyeli, hogy mi történik mondjuk most a politikában, a közéletben, Magyarországon, bár Angliában is elég turbulens a világ? Hát ja, is mondja, igen, igen. E, hát persze, hogy figyelem, hát muszáj is, is figyelni, meg mondom, érdekel anekdotikusan egy kicsit hogy ki mire vetem, meddig, vagy meddig megy el, vagy néha ugye meglepő fordulatok is vannak, vagy pedig éppen, hogy valaki azt hozza, amit eddig is vártunk tőle. Igen. Igen, vagy hát egyszerűen személyi kérdések, hogy mondjuk a Váci Püspök, a kiváló Ber Miklós, hát most befejezte a szolgálatát. Meg is van az utódja. Meg is van az utódja, talán Varga nevű, most hirtelen nem tudom. de kérem, kérem. De egyáltalán nem biztos. Kérem, kérem és hát, például kíváncsi vagyok, hogy ő milyen lesz, mit fog csinálni, ugyanazt a vonalat viszi tovább, vagy nem. Hát ez izgalmas. Tegnap olvastam hogy egy interjút, ezért is kínos, hogy most nem emlékszem hirtelen a nevére, de majd biztos megtanuljuk, és nagyon szépen beszélt Ber és ezt én jó jelnek vettem. Azt mondta, hogy neki milyen fontos volt, hogy mennyit segített neki, és ő lesz az egyik, aki talán augusztus 24-én lesz a püspök kiavatása, aki a szertartás végzi. Úgyhogy én ezt úgy vettem, hogy ez egy jó, jó jel arra, hogy folytatja azt, amit... Be. De, én de, óvatosabb de. vagy. Vagyok, Nem tudok semmit, csak ez, ebből. ez, emberileg nagyon rokon szemves, de természetesen lehet egy, -egy nagy vonalú és, és szép emberi gesztus, hogy megtiszteli elődjét, majd valami egészen más csinál mondjuk eszembe jut, hogy ez a gesztus hiányzott például Vidnyánszki Attilából, a Nemzeti Színház jelenlegi igazgatójából, amikor átvette elődjétől Alföldi Róberttől, és csak bírálta, vagy hát egyenesen becsmérelte annak munkáját, holott minden került volna, hogyha elmondja, hogy ó, hát nagyon szép volt, és igazán köszönjük, majd az ellenkezőjét csinálni. Hát igen, mondjuk azzal kezd, hogy levettem műsorral az összes rend, rendezést, amire még alföldi volt, sehogy se lehetett jegyet kapni. Még ez is beleillik nekem, érted, amiről most beszélünk, hanem hogy a gesztust mi miért nem lehet megtenni. Tehát nevezzük egyszerűen udvariasnak. De ha valami nagyon hiányzik, sok minden hiányzik, de a magyar közéletből akkor pont az ilyen típusú civilizációs gesztusoknak nem, amikor nem kell ugyanazt gondolnunk a világról, de azért nem rújjuk le a fejedet rögtön. Igen, 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 ezzel egyetértek, igen. Bár hát természetesen van, aki megteszi, de sokan nem teszik meg. Igen. Egyébként a színház világa azért is érdekes, mert hogy az elmúlt években ez is egy ilyen politikai küzdelem terepévé vált. Igen. Tehát nem azon, hogy van egy ilyen előadás, olyan valaki ezt a típus szereti, valaki azt, mondja, nem foglaljuk el mindent a mi embereinkkel, és aztán majd az előadás meg olyan lesz, amilyen az már a következő a harmadik kérdés. Ilyen igyekezett, látható volt a kormányzat részéről valóban. Ez nem történt meg száz százalékig, nem úgy, mint a kommunizmus alatt, ott még nem tartunk, de valóban ö, volt ilyen. Olyan is volt, hogy ö, kineveztek színigazgatónak valakit, akiről hát a kormányzat úgy érez, hogy lojális lesz hozzá, majd tulajdonképpen ugyanolyan színházat csinált tovább, mint az előtt, és nem állította át az egész színházat. De volt olyan is, aki igen. mint, aki, mint aki az ismeri azért a színházi világot, mint fordítóként, meg játszák darabjait, érzi azt, hogy, hogy számít az, hogy helyezkedni kell, hogy, hogy kivel vagyunk jóba, az, az, az fontos, és ez, és ez, hat esetleg a, a, a művészi munkára is. Nem, én ezt nem érzem, de hát azért én mégiscsak otthon ülök az íróasztalomnál, és ott ott csinálom. Hát Mondd, hogy bejár olvasópróbára, próbára Jó, jó kell. de én egy beszállító vagyok, tehát és úgy látom, hogy rendelnek is, meg hát amiket már eddig csináltam, azokat használják most azt nehéz megmondani, hogy az X színházban végül is azért nem használják a fordításomat, mert én bírálom Orbán Viktort, hát erre így nem tudok válaszolni persze. Jó, akkor másképp teszem fel a kérdést, hogy a Velencei Kalmárt fordította. Igen. igen. Most, hogy Miskolcon, nem tudom, még van-e, de múlt évadban volt egy, egy remek előadás, Görög László volt az egyik címszereplő és Simon Zoltán, így. ami egy nagyon hát ugye a régi Velencibe játszódik, de hát mégis egy nagyon korszerű, egy nagyon élesen politizáló ö, darab volt, amit le lehet, hogy most sok színház igazgató azt gondolja, hogy jó, hát a velencei már elő lehet úgy is adni, hogy hogy ilyen legyen, hát meg úgy is, hogy egyszer valamikor régen néz már, micsoda csodák Igen, voltak. igen, Mohács János rendezése, nem tudtam megnézni, de nagyon szeretnék. ha még ők nem az én szövegemet használják. Ezt tudom, mert ott nem is Shakespeare szövegét használják annyira. Igen, igen, igen. Az egy annyira speciális politikai politikai háttere nincs, hogy nem az én szövegemet használják, hanem mert nem tetszett nekik, vagy más koncepciójuk volt. Persze, hát ez teljesen. Meg hát ilyen Mohács is a megy a dolog, tehát, hogy a saját szavaikkal mondanak el mai Nem is erre mondom példának, hanem arra, hogy ez egy nagyon, nagyon keményen politizáló darab. Tehát ez egy máról is szóló, igen, igen, szóló, igen, szóló darab. Hogy, miközben elő lehet úgy is adni a Velencei Kalmárt, hogy semmi köze nincs, vagy nagyon távoli köze van csak. Ez a, igaz, ez a, igaz a, de a Miskolci Színház ezt bevállalta, hogy, hogy legyen egy ilyen, hogy valóban. Igen, hogy ne csak a szép velencei kosztümöket lássuk hanem vagy hát az örök emberi problémákat, mert azok persze megvannak, hanem valóban a, a mát is, az idegen gyűlölet. Ugye hát arról van szó, hogy van egy öreg zsidó, akit addig gunyolnak és becsmérelnek, amíg egy, egy vadállat lesz belőle, és egy vérszomjas bosszúálló. és akkor mit csinálunk? De nagyon érdekes egyébként a darab ebből a szempontból hogy mi van akkor, hogyha, hogy mondjam, provokáljuk tulajdonképpen az idegent, és az idegenből kihozzuk a legrosszabbat, és akkor most, hát természetesen azt nem kell eltűrni, na de kinek a hibája, hogy a dolog idáig mérgesedett el? Ez láthatóan Shakespeare-t ez érdekelte. Igen, meg hogy, hogy idegen el, vagy csak egyszerűen azt mondjuk rá, hogy idegen, mert ugye sajlok magát, már régóta velenceinek tartja. Igen, igen, pontosan ez igaz. Igen, és egyszerre csak, vált az ördög azért akkor az, hogy valaki zsidó, azért az nagyon más volt, más öltözetet is hordott. Hát ugye a valási élete nagyon más volt, az, az sokat számított. Tehát ilyen értelemben Igen, volt. Már a Shakespeare Angliában már pont nem éltek zsidók, éppen kiüldözés alatt voltak, tehát neki csak ilyen áttételes ismeretei lehettek, hát a jó jól az erős. De hát, hát nem nagyon voltak. Már egy... akkor egy jó száz éve nem kaptak letelepedési engedélyt, azért az nem kiüldözés. Ez kétségtelen, de ne felejtsd el, hogy egy világváros volt egy nagy nemzetközi kikötő, tehát egészen biztos, hogy megfordultak. A zsidók itt csak a letelepedésről van szó, tehát látni, látott ilyet, shakespeare meg hát hallott eleget arról, hogy ezek milyenek, vagy hogy élnek, vagy kicsodák, de igazad van, ő, ők a bőrükön ezt a dolgot nem érezték, és ott akkor Angliába ilyenfajta kisebbségi probléma, vagy bevándorlási probléma nem létezett. Igen, valószínűleg akkor ezekről másképp gondolkoztak, ezekről a, ezekről, a, ezekről, az ügyekről. Ugye az milyen érdekes, hogy a Shakespeare fordítások, amikor eltérnek a klasszikusoktól, és ezt, ezt minden interjújában tudom, hogy megkérdezik, hogy, hogy az úgy, úgy mindenki meglepődik, hogy hogy lehet egy Shakespeare-t újra lefordítani mondjuk magyarra, miközben hát és ez ez Örös Mihály. Igen. Arany, nem, tudom, igen, nem igen. tudom kik csinálták, de hogy közben kiderül, hogy a Hamletnek is volt nem tudom hány fordítása igen. majd a Pétertől kezdve, akinek már a Kazinci, Kazinci és hogy a klasszikus sorok, amiket tudunk, az nem is feltétlenül aranytól valóka lenni, vagy nem lenni, meg a igen igen tudom igen, mi a másik, a Valami hm. bűzlik Dániában, vagy mi a, mi a klasszikus sor igen, 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 igen. hogy azt már az Arany is valahonnan átvette. A Vajda Pétertől, igen, igen, mondjuk el, mert tehát az, hogy Valami bűzlik Dániában, ez egy nagyon szellemes és nagyon jó sor, vagy a Pétertől. Arany azt írta, pontosabban fordított arany, rohad az államgépben valami. Írja arany. Ez nem hangzik jól, nem szerencsés, a színészek nem szerették, és ezért az aranyfordításba sok évtizeden át a vajdai sor került bele. Igen, igen. A szóval szín... visszaadom a szót. Le, 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 csak, hogy a színészek jobban szerették a, a modern nyelvhez közelebb álló, tehát a jobban mondható szövegeket, mivel aranykorában az egy jól mondható szöveg le, lehetett felteszem. Igen, hát a jól mondásnak mások voltak a kritériumai. Szavalták tulajdonképpen a szöveget. Gyakran egy kicsit, mint mint az operába, mintha egy áriája lenne valakinek, kicsit előre jött, szépen megállt, és szépen értelmesen eldeklamálta a kérdéses kis szövegét ez ma már ugye hát nevetséges volna szinten, ma nem így működik a színház, és többet számít a gyors reakció, a, 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 a pszichológiai realizmus, ahogy nevezni szokták. Tehát, hogy a, a, a lelket jobban mutassa meg, míg az operában ugye kétségtelen, hát hogy a hasonlatot tovább vigyem, ugye az, hogy én most szomorú vagyok, vagy én mostan dühös vagyok, vagy rágalmazok, az nagyon sokszor a zenéből nem derül ki, és a szöveget meg nem is nagyon érti az ember. Ezzel szemben valóban a, a mai színész jobban szereti, főleg azért, mert ha régi szöveget mond, akkor a közönség elkezd azon gondolkozni, hogy te jó Isten, mit mond ez? Ő nem tudja fölfogni? Hát kell egy idő, ebbe. hát uh -huh. kell egy idő, pontosan, igen. És azt mondja, hogy ángyunkat egykor, írja Arany János, az, az azt jelenti, hogy volt sógornőnket, vettük feleségül. Tehát ott áll mellette az asszony. Az sógornő. Az sógornő. Ma is tanultam valamit. Igen. És uh, hát ezekkor még egy, a, ugye 150 évvel volt, ezelőtt írt Arany, ez, ez, ez egy elfogadott szó volt. Mm. Ott áll a király, és rámutat a mellette álló friss feleségére, Gertrúd asszonyra, és azt mondja, hogy hát úgy döntöttünk, hogy feleségül veszük őt, ángyunkat egykor aki azelőtt ugye a sogornök mm -hmm. volt, hiszen a testvérének ugye, a... Nép, hát tudjuk, hogy mire, tudjuk, hogy mire van szó. Most ez, hát ez nagyon érdekes, és ezen nagyon jól el lehet semegézni, csak hát szegény színész meg menne át tovább az akcióval, és őt láthatóan megérzi, zavarja az, hogyha a közönség nem arra figyel, hogy ő most hogy mondja tovább a szövegen, hanem azon töpreng, hogy mi az ördög ez ágyunkat egykor. És hát ez a mai színházban nem való, hogy tovább akar menni. Tehát tulajdonképp, ha, ha szabad így mondanom, a sebesség az, ami miatt a színházak, a rendezők is egyébként új fordítást rendelnek, mert gyorsítani akarják a, a párbeszédet, vagy a beszédet, vagy az akciót. Igen, csak egyrészt persze, másrészt hozzátartozik ehhez a, az érzéshez, hogy Shakespeare-t nézünk, hogy egy kicsit ilyen régies, nem is értünk minden szó, de ez adja részben a hangulatát. Ezt én sem szállítani, megmondom őszintén, egy bizonyos uh, ravassággal, azért az én fordításaimban, is néha becsúszik egy-egy ilyesmi, hogy oly cudar, da-da-da. Na most ugye se az oly se a cudar szót nem használjuk. De és értjük még. Pontosan, és úgy Aha. érzem, hogy igen, egy kicsit kell adagolni azt, amit nevezünk Shakespeare élménynek, hogy ő most jó de klasszikusat hallgat, ezt most bevallom, ez egy műhely titok. De hát ezt el lehet érni mi kell, amik nem, nem annyira nehezek, hogy kizökkentse ö, a nézőt. Szóval használok én azért olyasmit, amit normálisan nem használnék de hát mondjuk jó, az, hogy vélem, ez történik, azt nem írom már le, hanem csak velem, mert az meg stílus kérdés. De vannak nálam sokkal radikálisabb, modernebb fordítók, Vanró Dániel például, vagy Vecsei H. Miklós, akik aztán tényleg, hogy mondjam, hát úgy megnyomják a ceruzájukat, és egészen mai nyelven írnak. Én részben, mert öreg vagyok, részben, mert konzervatív ízlésű vagyok, nem csinálom ezt. Elmondhatok egy kis anekdotát? Sőt. Egy ö, magyar tanár barátom elvitte az osztályát a Hamletbe, melyet az Őrkény színházban játszanak, és az én fordításommal megy. És utána megkérdezte a gyerekeket, hogy hát hogy tetszett. És az egyik gyerek azt mondta, hogy hát nagyon érdekes volt, de meg hogy mondja, hogy ő az elején azt várta sokáig, már mikor elkezdődött az előadás, hogy mikor jön majd a Shakespeare. És aztán, mondja a gyerek, rájött, hogy nem jön, hanem végig ez fog menni. Vagyis ő a Shakespeare-en azt értette, amit talán olvasott, talán az aranyfordítás, vagy más régi fordításokat, hogy egy nagyon nehezen érthető, inkább a, a zene által befogadható furcsa régi szöveg, és azt gondolta, hogy talán valami előjáték az, amit ő lát, és hogy utána majd egyszerre csak bedurvul a dolog, és jön a Shakespeare. Azt nem, most ezt tudom, hogy ez, 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 csúnya dolog, hogy nem emlékszem, hogy mikor a Nemzetibe a hamletet játszották. Volt olyan, amikor az én szövegemmel ment, igen, Alföldi Róbertre. és Szabó... Szabó Kimmel Tamás, Tamás volt a Hamlet. Volt a Hamlet. Így. És mikor odaért a, a, a ugye ez egy ráadásul a ha, Hamlán, mint a Shakespeare, so, sok cselekmény van, tehát ott nem baj, ha megérti az ember, mert még a, ismerjük is a történetet, mm. de csak tudom, hogy odaért a monolókhoz, és úgy éreztem, hogy így a közönségbe így hopp, na most mi lesz? Mert azt az első négy sort, azt mindenki tudja, aki színházba jár Magyarországon, és hogy mindenképp, hogy nem jó hogy megállt az ütő, de hogy így várták, hogy na ebből most hogy vágják ki magukat. Jaj, de jó. Köszönöm. Igen, 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 igen. Jó, részben az is a célom, jó. Tehát, hogy az, hogy én mást írok, mint a legismertebb, legbevettebb fordítások. Tehát és utána e már őrsitől kezdve mások is fordították. Ezt akarom Bocsán. mondani és nem is csak a száz, meg 200 éves fordításokról beszélek, hanem például a Mészői mm. van egy kiváló Rómeó és Júliája, amivel nehezen tudok konkurálni. Én is csináltam Rómeó és Júliát, bevallom, hogy nem vagyok biztos benne, hogy jobb, mint a mésző Dezsői, nagyon más, na mindegy, és abban is van néhány híres sor, és néhány szép megoldás mészőtől, amit mindenki kívülről tud. Na most én többokból is másírok. Egyrészt megmondom, őszintén büszkeségből. Hát most én nem fogom a másiknak el, el, elvenni a, a, a tollát, és azt föltűzni a fejemre, hanem hát írok én, amit írok. A másik azonban az, hogy egy kicsit megpiszkáljam a közönséget. Igen, szóval mintha egy rajszöget tennék le a székére, és a... üljön bele és kapja föl a fejét, és ne a muzsikát hallgassa, mikor azt várja, hogy azt mondja, mondjuk, hogy gyarlóság asszony a neved. Ugye, mert se a gyarlóság, se az asszony már nem ugyanazt jelenti, amit ma értünk ezen. Én azt írtam, hogy a jellemhiba a másik neve nő. És akkor az emberek fölkapják a fejüket, és elgondolkoznak azon, hogy én miket írok, és lehet, hogy akkor most már jobban fogják érteni akár az Arany féle fordítás, hogy ő mit akart ezzel mondani. Nádasdi Ádám a vendégünk, mindjárt beszélünk vele tovább a régi irodalomról, shakespeare de most a nagyon mai híreket mondja Páder Tamás. Reggeli személy. Nádasdi Ádám a vendégünk, a... Előbb, tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy a nyelv hogyan változik, és a Kármán Lászlóval közös műsorukat azért is szerettem, mert hogy nem arra próbálnak rávenni, hogy így kell valamit helyesen mondani, vagy úgy, mint voltak ezek a, biztos az a maga helyén az is fontos, persze nyelvművelő műsorok. Egy én egyetértek, nevezzük esetleg nyelvi illemtannak, ugye? Ez az, az, fontos volna, csak mi nem az a műsor vagyunk. Mi, mi nyelvészek vagyunk, és ahogy a régi latin mondás mondja, színe, íra, et studio. Elfogultság és harag nélkül? É, így van, vagy részre, nélkül, nélkül. Tehát az adat, adat, az adatokat nem lehet bírálni, az adatokat csak leírni lehet érdeklődéssel, mint a rovar gyűjteménybe föltűzögetni. Az egy másik fajta műsor volna, valóban egy időben ez nagy divat volt, ma talán kevésbé, hogy nyelvi illemtanként adja elő valaki, de akkor ugye vállalni kell, ugye szubjekt, mint az illemtanba általában, hogy én szerintem illetlenség ezt, és ezt csinálni, más esetleg nem tartja annak, de mi nem az a műsor vagyunk. És ugye, hogy nem értünk, vagy másképp értünk már bizonyos szavakat, amiket 100-150-200 évvel ezelőtt használtak, nyilván én például nagy érdeklődéssel figyelem, hogy most hogyan változik itt a szemünk előtt, lehet azt mondani, vagy az egy rossz metod, hogy szemünk előtt hogyan változik a nyelv? Nem Ez, nem 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 a Fülünk előtt hogyan változik a... a valami van a... hogy hogyan változik a nyelv, hogyan jön, jelentkeznek új szavak, hogy hogyan vesz magába a magyar nyelv, mondjuk eredetileg angol vagy angol eredetű szavakat, mondjuk nyilván a számítástechnikával, vagy nem hát tudom, Hát, vagy franciát. Én én, vagy... Most voltam Gyula a városban, és minden második házra ki volt írva, hogy apartman. Például. És hát ugye ez ez még gyerekkoromban nem létezett ez a szó magyar, a magyarban. Aha. Most meg látszik, hogy hát a hát, legtöbb természetességgel. Hát ez egy francia szó. Igen, Igen. hát adnak ilyenek, még mikor egy napilapnál dolgoztam, és mondtam a fiatal tördelőnek a számítógépnél, hogy na ezt a sort kurziválja. És akkor itt látom, hogy nem mozdul a keze. Ajaj, 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 és én... akkor egy idő után rájöttem, hogy az, azt hiszem, italix nevezik talán. A... Azt az tudta, tehát te ismert tudta, hogy létezik ilyen igen, dolog, az igen, a, a kurzivált szó Nagyon érdekes. Nem ugye, tudta. A kurzi, ugye a kurzív, ugye a dörbetűről van szó, a kurzív is, meg az Italix, mind a kettő latin eredetű, de a kurzív a németek által használt, az italix, meg az angolok által használt, és valóban ugye ugye lecserélődik lassan a németes alapú kultúra, vagy bejövetel az angolos alapúra. Hát a, valamelyik nap valaki azt mondta, hogy szét offolták a posztomat. Uh -huh. Ezt szokták használni? Nagyon jó, gondoltam magamban, a szét offolták, mert ugye a közepén csücsül a kis off szó, ami az angolból Igen. jön, és ami angolul csak annyit jelent, hogy le, el, vagy ki ugye egy ilyen igekötő. De hát a magyarban már valójában csak annyit jelent, hogy oda nem illő témáról. Angolul ezt így nem használják? Hát így nem. Jó. ott a posztom alá más-más ír, akkor nem írom azt, hogy ez angolul hát mondjuk, hogy off. Don't, tehát nem don't off Hát használ. nem tudom, biztos mindent don't használnak. De hát az, hogy szétoffolták, hát ez gyönyörű, mert ez a magyar nyelv szabályainak teljesen megfelelő alakulat. Ugye van egy igekötő előtte, a szét, ami a magyar nyelvnek egy jellemzője. Ott van az all -ige képző, ugye, ol igeképző, ugye offol, és utána rendesen jön a múltidő téje, a többes kája, ahogy kell, és ez teljesen szabályosan ragozható, én szétofolom, te szétoffolod, ő és így tovább. Igen. Tehát mutatja, hogy a magyar nyelv hát milyen virgoncan él, és hám bekapja az idegen anyagot, megemészti, és mit a sajátját kérődzi vissza. De hát ez a normális, nem? Igen, igen. Hogy most ne? nem is, most így gondolom, hogy, hogy hogy lehetne ezt a kifejezést elmondani magyarul, mert nyilván ez is magyarul van, Hát sokkal bonyolultabb, igen, úgy tudnám igen, csak. Igen, igen. igen. Mert kifejezni. nem is mindig kell. Hát ebben van valami játékosság is, hogy ezt a, ezt a behozatalt, ezt csináljuk. Van persze egy kis sznobizmus is talán, ebben az esetben már Mintálás. nem, de újabbaknál, hú, hú, én ismerem ezt az idegen szót, én azt most akkor ide behozom. De innentől kezdve már az illemtani vizekre evezünk, ugye, hogy szabad-e, olyan kifejezéseket lóbálni mások orra előtt, amit azok feltétlenül nem értenek. Ez már nem nyelvészeti kérdés, hanem hát pszichológiai kérdés. Hát meg praktikus is. Azt akarom, hogy megértse, amit mondok, akkor jó olyan Így szavakat van. használni, amit akivel beszélek. van, ha viszont viszont meg... azt akarom, hogy ne értse, amit mondok, <laughs> akkor esetleg más stratégiát kell. Ó, igen, igen. Csak hogy az előbb említettem, hogy a nyomdában hogy változik, mikor én először mentem le a nyomdába, te tördelni, és hát fogalma se volt, hogy mi történik, és a, a vicce már maga ez is szép kifejezés volt. vicce jó ide jó, mettőr az francia, ugye, a, a szedő. szedő, hát a főnökök volt, a szedők főnöke volt a mettőr. Á, igen. Ugye... És a vicce meg hát ugye al, vagy helyettes. Igen. Igen. Tandori úr azt mondta, hogy szerkesztő úr, csúsztunk egy durslust, és én nagyon megijedtem. Egy micsodát? Hát ez az. Egy, szerintem a durslust használt, és akkor anekdotáztunk pár éve a szerkesztőség, hogy micsoda szavak voltak régen, hogy a nonparej, fejtézé, mit micsoda, és kiderült, hogy ezt a szót az öreg kollégáim is ismerték, hogy tudták, hogy van ilyen szó, és rém nekik, hogy ez egy mértékegység lehet, mint a Cicero, és a nem tudom én micsoda, de, de már senki nem emlékezett rá, hogy, hogy, ez, hogy ez mit jelent. És akkor elmúlt kész. Igen, igen, Mint hogy az ólomszedés is elmúlt, és ma már kimondja azt, hogy ez a hasá, nem tudom, én 8 cicerú széles volt. Igen. A múltkor Isten bizony véletlenül azt mondtam a lányaimnak, akik felnőtt asszonyok, hogy nem tudom, hogy valahogy nem ott kell fizetni, hanem a kasszírnőnél kell fizetni. És erre rám néztek, és elnevették magukat, hogy ilyeneket már csak én mondok, hogy kasszírnő, Ugye pénzszáros, pénzszáros. Nő. É, De hát valóban még fiatal ez teljesen természetes volt. Ráadásul nem csak a, a szó maga, hanem a jelenség is, tehát a legtöbb üzletben valóban nem a pultnál kellett fizetni, hanem ottan csak adtak egy blokkot, hogy én mit Veszek, és oda kellett menni, egy ilyen külön dobozba ült a kasszírnő, ott újra sorba kellett állni, mert a rendszer lényeg hogy minél, sorba többet, minél többet kell sorbálni, tehát ott is sorba kellett állni, akkor kifizett az ember, majd megint sorba kellett állni az árukiadó pultnál, hogy a zsömlémet mondjuk megkapjam. A, a nagymamám használta a kasszír vagy kasszírnő kifejezést, uh -huh. aztán én úgy emlékszem, hogy ez a gyerekkoromban a kasszás szóra egyszerűsödött, uh -huh, ami uh -huh. már nem hangzik olyan szépen. Igen, igen, mert az a, a vagy ez a bécsies ír végződés is, is benne van, ugye, mint a szekíroz, meg ez. Maga még használja a szekíroz kifejezést? Ah, hát sokszor gondolok rá, hogy vannak, akik szekíroznak, de hogy ezt pont így írom le. De, de hát nem nagyon. Nem, én, nem. Már én sem. Már én se, pedig gyerekkoromban Abszolút állandóan. Szóval. Ne szekíroz már ezt a gyereket, vagy azt a kutyát. A, olyan is van, hogy szekál Igen. egyébként, az talán nem olyan régies, mert ugye ez egy kicsit latinosabb a szekál. A szekíroz meg ugye bécsies-németes tanítottam egy egyetemen, és ott a hallgatók, új, újságíró tanoncok, a tantusz szót kiderült, hogy nem ismerik. Ó, Istenem. És hazamentem fölháborodva, és mondom otthon a hát kasolókorú gyerekeimnek, hogy hát képzeljétek el, hogy mit, és nem és az egyik, a nagy, egyik fiam azt, azt ismert azt a kifejezést, hogy leesik a tantusz legalább. Igen. De hogy mi a tantusz, nem tudták. És akkor belegondoltam, hogy tűnik, én, én el tudnám mondani, hogy, hogy mi az a fidibusz, vagy a nem tudom micsoda. Tehát, hogy miért kéne tudni azt a szót, a tantusz, ha nincs már meg maga a jelenség. Igen, sem. igen, igen, igen. De érdekes, hogy tovább él ebben a hát, szólásban, hogy leesett a tantusz, ugye, anélkül, hogy már értenék, hogy mit jelent régen ugye be kell dobni, ez egy érme volt a telefonáláshoz, amely eredetileg 60 fillér bekerült. Nem tudtam. Igen, igen, nem és trafikba kellett, trafikba meg kellett, kellett lenni. Lenni, igen. Tehát arra. pénzt nem lehetett bedobni, hanem csak ezt. És ö, akkor aztán lassan emelte a posta ennek az árát, de a tantusz persze továbbra is tantusz maradt, míg aztán hát ki nem vonták, és akkor már rendes pénzt lehetett bedobni. De amikor tehát az úgy volt megcsinálva a telefonkészülék, hogy az ember tárcsázott. Már a tantus... <SZ> tárcsázott? Már ehhez is lábjegyzetet kell tenni, hogy mi az, hogy tárcsázik. Igen, és amikor fölvette az illető, akkor bent leesett a tantusz. Tehát a, ja, mert ha nem vette föl, akkor visszakaptuk a pénzt. Így van, így van. A tehát tantus. ez nagyon szépen volt. Vagyis a leesik a tantusz, az tényleg azt jelenti, hogy kapcsoltam. Az ugyanaz. De valóban igaz. Hát én angol tanár vagyok, ugye, és uh, tanítottam valami szöveget, amiben angolul szerepelt az a szó, hogy telegram. Vagyis Pávilat. távirat. úgy van. És ez eddig valahogy sose okozott gondot, mert hát ez olyan könnyen átlátható magyarul is, telegram, hát ezt azért így mondták. Meg hát telegram, ugye, érte, tele az a távolság, gram az az írás, és uh, mondtam a gyerekek, de látszott valahogy, hogy nem értik. Valahogy, hogy mozgolódtak, pusmogtak, egymáséba belenéztek. Ugye egy tanár tudja, hogy akkor ilyen baj történt. van. Igen, valami nem, nem megy simán. És mondom, hát Telegram, hát magyarul valaki meg tudja mondani. És az egyik bátortalan azt mondta, hogy hát ő úgy tudja, hogy ez távirat. Hát mondom, igen, igen, de a többiek továbbra is csak néztek. De hát mondom, az micsoda? És kiderült, hogy nem tudják. Nem tudják, hogy az konkrétan, hogy az egy darab papír volt, amire vagy rá volt írva, vagy egy csík volt ráragasztva. Tényleg. Maga még látott? Igen. Csík, ráragasztva. De csíkon. már kapni nem kaptam, de látni láttam. Igen, igen. Annyira kiment a, a használatból. Igen. És akkor logikus is, hogy az új jelenségekre pedig új szavakat kell találni, miközben számtalan ilyen út. Új jelenség van. Vagy hanem. igen, vagy nem. Bocsánat, csak itt most Aha, már jó. a nyelvés okay. meg belőlem, mert az is roppant érdekes, hogyha nem. És egy, egy régi szó él tovább változatlanul valami egész másra. Hát talán meglepődő nyelvészetileg nagyon érdekes az út Szónak a Virgonc továbbélése ma egy hatsávos autosztrádára lehet azt mondani, hogy út, miközben egyébként egy ösvényre is mondhatom továbbra is, mint három ezer évvel ezelőtt, ami az erdőben kanyarog és azt mondom, hogy az út mellett, nem tudom, láttam ezt és ezt is, akkor az az erdei ösvény volt, vagy a hadsávos autópályát is útnak. Ne a funkció hezem. ugyanaz, mind a kettő egyik pontról. Pontosan, hol ott van, egészen másról van szó. Tehát a funkciót néha átviszi, néha nem. Érdekesen ingadozik jelenleg két szónak a, a hogy mondjam, a, a küzdelme, a mobil és a telefon. És úgy veszem észre, hogy a telefon lassan győz. És már nem muszáj mobilnak nevezni. Tehát amikor ugye megjelent a mobil, hát akkor persze volt a telefon, és volt a mobil. Igen. És aztán szép lassan elkezdte az ember a mobilját telefonnak nevezni. Hol a telefonom? Mondom. Igen. És már teljesen természetes, hogy a mobilomra gondolok. És nem a, hát a hagyományos készülékre. Jól látom ezt? Azt hiszem, igen, mert még azon mondott, hogy egy idő mondták, hogy rádió, telefon, meg, és ezek is teljesen kikoptak, mert most így van, már Így van, és szépen a telefon, hogy mondjam, győzedelmeskedik, és vissza, visszaveszi, mondván, hogy a funkció, ugyan, mint az út esetében. Ezt még nem tudom, hogy így lesz, de úgy, veszem észre, hogy legalábbis egyáltalán nem veszett ki a telefon használata. Azt még értjük, igen. Mondta, hogy kevesebbet fog tanítani, vagy nem fog tanítani, nem fog nagyon hiányozni? Mert olyan szenvedélyesen magyarázit, öröm hallgatni. Nem tudom. Én igyekszem magamat hát arra ránevelni, hogy ne hiányozzon. Nagyon-nagyon sokáig csináltam. 45 éven keresztül tanítottam. Szerettem csinálni, de hát nem tudom, most beteg voltam a, a, a tavasz, tél és tavasz folyamán, és ezért le kellett mondanom. Volt még betervezve hát, heti rendszerességű kurzus, de le kellett mondanom. És akkor valahogy kiderült, hogy azért enélkül meg lehet lenni. De Kiderült, hogy talán elég volt. Közben lettek azért mások, tanítványok, utódok, akik ugyancsak jól tudják csinálni, és lehet, hogy. De hátra kell dőlni, és azt kell mondani, hogy tessék, hölgyeim és uraim, tessék csinálni. Jó, az természetes, hogy vannak utódok tanítványok, de attól még maga, maga az érzés az embernek, hogy fontos neki, hogy ami neki fontos, hogy amit ő tud, azt megossza mással, az, 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 az tegye. Hát igaz, azért valamelyes hát fórumon maradt erre a célra, például a Kálmán Lászlóval közös műsorunk itt a Klubrádióban, hát azért az egy kicsit olyan, mint az ember hetenként, tehát órát tartana, hát legalábbis egy láthatatlan hallgatóságnak nem tudom, ez, ez, majd ki fog derülni. Mennyire zavarják azok a, és mondjuk a nyelvészet, vagy vonzák ezeket a dolgokat, ezek a, ezeket a kóklertségeket, ahol, amiknek most nagy divatja van, hogy bebizonyítsuk, hogy a magyar nyelv mondjuk a pártus hún, izé, és hát nem halszagú fin mondjuk, de hát még egy csomó ilyesmit tudunk mondani. Persze, hogy zavarnak, hát ez, ez szakmai kérdés. Ugyanúgy gondolom, hogy egy orvos zavar, hogyha álgyógyszereket kezdenek híresztelni, és azt mondják, hogy az mind rákot meggyógyítja, vagy mit tudom én is. Hát az embernek egy kicsit ökölbeszorul a keze, hogy nem már. Az nagyon érdekes egyébként, hogy a magyarok miért hiszik azt évszázadok óta, hogy ők a törököktől vagy a hunoktól származnak, hogy a törökségnek a rokonai, erre nem tudok én válaszolni, én nyelvész vagyok, nem antropológus, és az biztos, hogy a magyar nyelv az finnugor nyelv. De az kétségtelenül még... Meg ezen a héten, de most már van kutatóintézet, ami mindjárt bebizonyítja, hogy... Ne, 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 de, 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 de vicceljünk ezzel jó könyörgöm, mert ez, ez nem kutatóintézet kérdése, ez tudományos tény. Hát ez olyan, mint a gravitáció. Hát most valaki elkezdi azt mondani, hogy nincs gravitáció, attól még van gravitáció. De attól még, mondjuk ezt nem tudom, de attól még lehet az iskolába azt tanítani, hogy nincs. Ó, sajnos, igen. Vagy, vagy mondok egy, 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 Ó, egy sajnos, gyakorlati példát, hogy mondjuk hogy jöttek létre a fajok a földön, vagy hogy, 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 hogy alakult ki az emberi faj, azt lehet úgy is tanítani, hogy mondjuk Darwin gondolta, meg úgy is, hogy hat nap alatt összecsapta valahogy, ahogy Karinti mondta. Igen, igen, igen. Ezt kétségtelen. Hát, jó, most erre én mit mondjak? erre? Én csak azt tudom mondani, hogy az egyik az tudományosan indokolható, a másik meg nem. Tehát az, hogy a magyar finugor nyelv, vagy tágabban ugye úgy hívják uráli nyelvek közé tartozik, az összes finugor nyelv is oda tartozik, tehát az uráli az egy nyelvcsalád, a magyar ebbe a nyelvcsaládba tartozik. Hogy miért beszélték ezt a nyelvet azok, akik ide, mint honfoglalók bejöttek, mikor ők már akkor legalább 1500 éve nem voltak kapcsolatban a többi finnugorokkal, a vogulokkal, az osztjákokkal, a finnekkel, a cseremiszekkel, az észtekkel, akik hát mm. ma is léteznek, hogy, hogy az ördögbe történt, hogy ezt a nyelvet Megőrizték ilyen hosszú ideig, bár hát persze erre is vannak példák. Hát tessék, a mai görögökre gondolni, vígan beszélnek görögül, persze sok minden Masz. megváltozott, de attól az még görög. A az olaszok is beszélnek egy nyelven, ami hasonlít a régi latinhoz. Pontosan, pontosan. Így van, nyugodtan, hmm. hogy mondjam, ha én egy mars lakó vagyok, és messziről nézem, akkor azt mondom, hogy az olasz, meg a latin az ugyanaz. Hát persze. Hmm. Ez borzasztó érdekes kérdés történelmileg, meg hogy a magyarok, ugye ezek szerint lejöttek az urálból délre, el, hát nem elvegyültek, de betagozódtak valahogy a törökségbe, annak részei lettek, és magukra is úgy tekintettek, hogy ők törökök. Az, hogy egy kicsit másképp beszélnek odahaza, a feleségükkel, meg a gyerekekkel, vagyis magyarul, az akkor nem zavart senkit. Hát mindenki úgy karatyolt, ahogy neki tetszett. Hát írásbeliség nem volt, iskola nem volt. Tévése volt. Se volt. Tehát van, aki azt mondja, ez egy kicsit most hát talán népszerűsítő hasonlat, de hogy az asszonyoknak volt köszönhető, hogy a magyar megmaradt, mert a férfiak ugye katonáskodtak a török nagy hadi szövetségben, nyilván tudtak törökül, hát hiszen az volt a nyelv. De amikor hazamentek, az anyjuk magyarul ringatta őket a feleségükkel, magyarul beszéltek, és így tovább. Vagyis, hogy mint otthoni nyelv ez meg kellett, hogy maradjon. Na most, az, hogy ők igazából törökök lettek volna, és fölvették ezt a magyar nyelvet, az roppant valószínűtlen. Mert miért? Hát a török civilizáltabb volt, gazdagabb volt, fejlettebb volt, mint ez a Finnugor nyelv. Érthető? Azért is mondom, hogy olyan otthoni nyelv volt, ami úgy élt tovább, és egy csomó dologra nem volt szó, hát egy olyan szép példa, ezt szoktuk tanítani nyelvtörténetből, hogy az ágy és a szék mennyire más tárgyak, mennyire más civilizációs szintet mutatnak. Ágy az mindenütt van az egy, az egy, a földre letett matrac is lehet ágy természetesen. Szék azonban az egy iparcik, az egy, az egy találmány, az egy gadget. Na most a magyar nyelven az ágy az ősi finnugor szókincsből jön, a szék azonban török jövevény az Tehát látszik, hogy a magyarság megismerkedett ezzel az érdekes új találmányjal, hiszen szék nem minden népnél van. Gondoljon bele, a japánok például, egy igazán civilizált nép, nem nagyon használnak széket. Ugye ők szere a földön, szeretnek ülni törökülésben. Hú, hogy fogjuk így bebizonyítani a magyar-japán rokonságot? <síthat> Köszönöm szépen, Nádezsának. Én, én, még órákig elhallgatnám. De akkor és majd én a... órákig mondanám. De akkor majd Kálmán Lászlónál hallgatjuk. hallgatjuk tovább, mert a jó hír már az, hogy a műsor akárhogy is lesz, de folytatódik tovább. Köszönöm szépen Ádás Diádámnak, hogy én is köszönöm. elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak a Kelecsényi a József Péter, ma reggel itt a stúdióban Jávor Dénes, Kovács Emberénika és a szerkesztő Bálint Judit. Dési Jánost hallották. A viszont